Sziasztok, Hartmann Kitti vagyok, festőművész. Ebben a videóban meg fogom mutatni, hogyan készítünk el egy festményt egy egyedi technikával, ami egy visszatörléses technika. A festmény pedig ennek a képnek lesz a hasonmása. Bemutatom az eszközeimet. Az olajfestékkel fogunk dolgozni. Kell egy henger, ami egy ilyen gumihenger, vele fogjuk eloszlatni a festékeket. Kell nekünk festőszer, szikkatív, kell egy üveg, amiben a festőszert fogjuk kettő egy arányban kb. Használni. Aztán én lapos ecsetet használok, amivel el tudom oszlatni, nagyon szeretem a munkácsinak a 14-esét, és az aprólékosabb dolgokhoz pedig a hegyes ecsetet, abból pedig a 4-eset, illetve munkácsinak a 4-es. Szükség lesz még egy festőpalettára, hát ami nálam a végén így néz ki, de ide kezdünk egy újat, és ami nagyon fontos, az pedig egy ilyen puha ruha, amivel visszatöröljük a festéket. Egy radírgumi segítségével is festéket tudunk visszaszedni, és különböző eszközökkel tudunk még mintákat nyomni, mint például a ceruza végén a radír. Vele nagyon jó kis pöttyöket tudunk csinálni. Hát sok sikert a munkához! Amire festünk, az egy faros lemez, aminek ilyen rücsis a felülete, és akkor kell ugye még egy állvány. Sok sikert kívánok a munkához, a videóban pedig mindent meg fogtok látni. Sziasztok!